Sziasztok! Hosszú idő után az a blog ismét rólam fog szólni, illetve arról az egy versenyről, amire felkészültem az idén, és ami miatt kihagytam a teljes Strongman versenyszezont, ugyanis most ez egy erőemelő verseny volt, a Magyar Professzionális Erőemelő Liga Ligakupa versenye. Tulajdonképpen nem lesz szervezetni ez az országos bajnokság, úgymond. Indultam már ezen a versenyen tavaly, akkor viszont csak felhúzásban, és az volt a célom most idén, hogy teljes erőemelésben kipróbáljam magam, és hogy az edzőteremben elért eredményeimet bírók előtt is hivatalossá tudjam tenni egy versenyen. Ezen a versenyen nem az volt a célom, hogy bármilyen helyezést, vagy címeket, vagy rekordokat érjek el. Egyszerűen csak minél nagyobb számokat akartam csinálni. A videón a guggolás előtti bemelegítő szériáimat láthatjátok. Ez egy 260, 280-ig mentem amúgy melegítésnél, és 300-on kezdtem a versenyt. És ahogy láthatjátok, térdbandás helyett térdgumiban guggolok csak. Ez tehát az első súly, a verseny első versenyszámának első gyakorlata, egy 300 kilós guggolás, nézzük, hogy sikerül. 300 kg alatt. Szerencsére nem volt vele gond, jónak éreztem a bírók, és úgy látták, hogy jó volt, ezért bátran kértem be a második súlyt, ami 315 kg volt. Szerencsére a harmadik gyakorlat is érvényes volt, a súlyt nem éreztem nehéznek, viszont nem voltam teljesen a rúd közepén, ezért mikor jöttem fel a súlyjal, úgy éreztem, hogy balra elhúz, ezért a harmadik gyakorlat előtt megkértem Bélát, hogy álljon be a hátam mögé, és hogy nézze meg, hogy középen van-e a rúd. 320 kg, a harmadik gyakorlat a 320 kg is érvényes volt, úgy éreztem, még így a videót visszanézve, hogy maradt is benne legalább egy 5 kg, de abszolút nem bánom, ez a 320 kg is olyan súly, amivel teljesen elégedett vagyok. Utána következett a nagy mumus, a fekvenyomás, ami eddig se tartozott a kedvenceim közé, de még a felkészülés legelején azt hittem, hogy egy kicsit azért többet fog fejlődni. Nem jött annyit, amennyit számoltam rá, így a fekvenyomással csak az volt a célom, a fő célom, hogy legyen egy érvényes gyakorlatom, hogy utána mehessek húzni. 160-on kezdtem, az viszonylag könnyen ment, de nagyon csúszott a fekvenyomó pad alatt az a falemez, vagy én nem is tudom milyen anyagból volt, ezért nem mertem túl sokat rákérni, úgy voltam vele, hogy
inkább biztos, ami biztos alapon, egy pár kilót még ráteszünk kettő felett, 162,5 volt a második súly, amit éppen most nyomok mindjárt. Ez se volt annyira nehéz, harmadjára 165-öt kértem, ami amúgy edzésen is a maximum volt, hogyha jól emlékszek, tehát igazából nem voltam elmaradva a versenyen se az edzés teljesítményemtől. Ez volt a 165, érvényes, de ebbe szerintem nem maradt egy kiló se. Nem mondom, hogy elégedett vagyok a fekvenyomásommal, mert ezzel a súlya nem lehet elégedettnek lenni, de kihoztam belőle a maximumot 3 érvényes gyakorlattal, szóval elkezdhettem a melegítést a felhúzáshoz. Elég hosszú verseny volt, ha jól emlékszem, a guggoláshoz a bemelegítést olyan 10 órakor kezdtem, és a felhúzás pedig olyan 2-3 óra között kezdődött, szóval azért eléggé fáradtnak éreztem magam, de a melegítésnél úgy éreztem, hogy jönni fognak azok a súlyok, amiket elterveztem. Most ez talán egy 270, amit láttok. Könnyű volt, jó volt a mozgás. És az utolsó súly, amire mentem a melegítésnél, az 300 volt, és a versenyt 320-on kezdtem. A gyakorlat 2-1 arányban volt csak érvényes, ugyanis mikor engedtem le a súlyt az utolsó pár centin, kidobtam a kezemből, nem figyeltem oda, de nem pánikoltam be miatta, mert tudtam, hogy a második gyakorlatra ezt simán kijavítom. Ezzel a gyakorlattal már nem volt gond, mind a három bíró szerint érvényes volt. Nehéz volt, viszont úgy éreztem, hogy van még benne legalább 5 kiló, így 350-et kértem harmadiknak. Nem akartam azzal kockáztatni, hogy esetleg többet kérek, 355-öt vagy 360-at. 60-at egyáltalán nem éreztem benne. 355-öt pedig nem akartam, vagy hát a 350-et nem akartam kockáztatni egy 352,5 vagy egy 355 miatt. Úgy voltam, hogy a 350 egy szép kerek szám, amit hogyha meghúzok, azzal teljesen elégedett lehetek. Főleg úgy, hogy tavaly ezen a versenyen 325-öt húztam. Ez volt a 350, döntsétek el ti, hogy mennyi maradt még benne. Sziasztok!